Még csak tegnap jelentették be, de ma már elérhető a játékban a Crafter, amiről úgy éreztem, hogy mindenképp kell nektek egy videót csinálnom, mert valami baromi jó, és mert tényleg 10 éve vártuk, hogy ez az eszköz végre bekerüljön a játékba, és most itt van, úgyhogy nézzük is, hogy mire jó, miket lehet vele csinálni. Alapvetően ez egy furcsa kinézetű crafting table, vagy barkácsasztal, ki hogy szereti hívni, amiben ugyanúgy meg tudod csinálni azokat a dolgokat, amiket craftolnál, de nem tudod kivenni. Mégis mire jó egy olyan szerkezet, amit nem tudsz használni? Nos, ezt úgy találták ki, hogy csak és kizárólag redstone-nal működik, bármiféle redstone jelet kap, akkor működésbe lép. És nem úgy működik, mint egy hagyományos crafting table, hogyha beleverakunk valamit, például ide, ha kilépünk, akkor vagy visszadobja az inventoringba, vagy kidobja a földre. Ez viszont magába tárolja, úgyhogy akár ládaként is működhet, de egy nagyon-nagyon drága ládáról van szó. A lényeg az, hogyha szeretnénk kivenni ezt az itemet, amit lecraftoltunk, akkor meg kell nyomnunk legalább egy gombot, vagy valamilyen resztoljelet adni neki, és kiköpi a szájából. Na de hogyan is érhetjük el, hogy ez az új eszköz benne legyen a játékunkba? Először is, mielőtt elindítanánk a játékunkat, ki kell választani a latest snapshotot, tehát ugye a legutóbbi snapshot verziót, ami jelenleg a 23v42a, és hogyha így elindítjuk a játékot, akkor készítettünk egy új pályát, például kreatívban, de be kell mennünk ide az experimentálzba, ami lényegében az ilyen kísérleti funkciókat rejti magában, és az update 1.21-et be kell kapcsolnunk, ha ez megvan, készíthetünk egy új világot, és ha bejövünk az inventoringba, ott is a redstone-ok közé, már is látjuk, hogy itt a crafter, amit most már szabadon tudunk használni. De mire is jó? Megmutatom. Először is nézzük meg, hogy hogyan lehet craftolni. Nagyon egyszerűen egy elég drága crafting table-t kell készítenünk, az alábbi módon kell hozzá 5 darab vas, egy crafting table, 2 redstone dust és egy dropper. Először is a crafting table-be rakjuk be a crafting table-t ilyen inception módon, majd köré lényegében egy vassapkát rakunk, 2 darab redstone, majd egy dropper, és már meg is kaptuk a craftert. Na de hogyan lehet használni? Először is nézzük meg, hogy hogy működik. Ezt a hoppert teleraktam vassal. De hogyha ezt kikapcsolom, akkor láthatjuk, hogy fentről balról jobbra elkezdi feltölteni az itemeket, és ez addig folytatódik így, amíg ugye el nem fogy az adagolóból a rengeteg nyersanyag. És ugyanúgy, hogyha mondjuk megnyomunk egy gombot, akkor kidobja. De mi van akkor, hogyha nem iron blokkot szeretnénk csinálni? Hogyan befolyásolhatjuk azt, hogy mit craftoljunk? Csináljunk mondjuk vaskerítéseket. A vaskerítést úgy készítjük, hogy lerakunk 6 darab vasat, ebben a formában, tehát hogyha nem akarjuk, hogy a 9 blokkot feltöltse vassal, akkor egyszerűen kikapcsolhatjuk azokat a slotokat, amiket nem akarunk, hogy feltöltsön. Innentől kezdve, hogyha megengedjük neki, hogy a vassal feltöltse magát, akkor ebben a formában fogja feltölteni, és ha most megnyomjuk, akkor most már vasrásokat fog nekünk kidobálni. De ezzel a technikával többek között készíthetünk mondjuk vassapkát. Csak arra kell figyelni, hogy ne a vassapkának a formáját pipáljuk be, hanem annak az ellentétét, tehát egy ilyen kis Tetris alakot, és akkor így fogja feltölteni nekünk vassal ezt a craftert, és mint látjátok, már lehet is craftolni belőle a vassapkát. Nagyon érdekesen működik egyébként a crafter, nagyon egyszerűen és nagyon érdekesen. Mint látjátok, itt van előtte egy komperátor, amit rákötöttem 10 hosszú restore-ra. Ezzel meg tudjuk nézni azt, hogyha például egy darab vas van benne, akkor csak egy darab jelet továbbít magából. Ha már 2, akkor 2-t, de hogyha például egymásra stackeljük ezt a 2-t, akkor csak 1-et, tehát azt a jelet továbbítja, hogy van-e valami ezekben a slotokban, tehát hogyha ebben van 1, akkor 1, ha ebben van 64, akkor is 1, de hogyha ebben van 1, ebben pedig még 1, akkor már 2 jelet ad tovább, és ezt egészen 9 blokkig tudja továbbítani. Mint látjátok, itt az utolsó aktív jel a 10-nél már elhal. Na de milyen rendszereket is tudunk akkor ebből csinálni? Ha már a vasnál tartunk, az egyik legfontosabb, ami nekem például nagyon jól fog jönni a vasformomhoz, tegyük fel, hogy ez egy vasform, és a gólemek ide hullanak be és halnak meg itt, és ezekben a hopperekbe gyűjtik a vasat. Most ne foglalkozzunk a virágokkal, hogy azokat is dobálják, és azokat előbb le kéne szelektálni, most csak koncentráljunk arra, hogy tiszta vasat kapunk. Ide raktam egy redstone blokkot, ugyancsak azzal a céllal, hogy ez a hopper ne engedje tovább a crafterbe a vasakat. Ugye bármint látjuk, itt egyetlen slot sincsen kipipálva, tehát mindegyikbe szabadon tudja pakolni.
Az előbb megtudtuk, hogy ha teljesen betelik a crafter, akkor 9 blokknyi jelet továbbít magából, amivel el tudjuk érni azt, hogy elkezdje automatikusan telepakolni magát vassal, majd az elkészült vasat, vastömböt kidobja magából. Ezt úgy érjük el, egy ilyen végtelenül egyszerű és nem túl kompakt redstone dizájnnal, hogy ahogy tölti be így a vasakat magába, lényegében a redstone jel, mint látjuk, folyamatosan halad előre. Amint eléri a 9. blokkot, egy repeater felerősíti ezt a jelet és visszaküldi magába a crafterbe, ezzel lényegében aktiválva, hogyha ez felvillan, akkor látjátok is, hogy kidob magából egy vasblokkot. De ami a legjobb az egészben, hogyha elérakunk egy ládát, már nem elénk fogja kidobálni ezeket a dolgokat, hanem bele a ládába konkrétan, úgyhogy akár innen tovább is tudjuk szállítani az itemeket, vagy gyűjthetjük bele egy nagy ládába, ami nekem tökéletes lesz, hiszen eddig a vasfarmból keletkezett vasat manuálisan kellett kigyűjtenem a ládából, elszaladnom vele a crafting table-höz, megcsinálni vasblokká, majd vissza, hogy eltároljam a vasblokkokat. Most ezt automatikusan saját magától megcsinálja, így jóval, de jóval kevesebb helyet fog foglalni a vasfarmom alatt, mint ahogy alapvetően teszi. De milyen rendszereket lehet még vele építeni? Például itt összeraktam egy olyan egysoros rendszert, amit lehet duplikálni is, ami konkrétan egy darab itemet tud elkészíteni. Mint látjátok, és ki is találhatjátok, ez jelen esetben egy gyémántásó lesz. És ez összességében egy darab gombbal működik, amit megnyomunk, és ki is dobja magából a gyémántásót. És ezt megcsinálhatjuk akár még egyszer. Na de hogy működik? Mint látjátok, itt felül megvan ez a 3 darab item, ami kell ahhoz, hogy készíthessünk egy gyémántásót. Ezek itt dropperek, tele azzal az anyaggal, ami ott a címkén is van lényegében, és ez úgy működik, hogy a crafterben inaktiváltam ezt a 6 slotot, és csak a középsőt hagytam meg. De hogyha szeretnénk egyébként, ezt úgy is megcsinálhatjuk, hogy az első slotot hagyjuk meg, vagy akár a hátsót. Mindegy, hogy csináljuk, az a lényeg, hogy azt a formát ki kell adnia, mint egy aranyásó, vagy egy mindenképp aranyásót akarok mondani a csatorna miatt, szóval gyémántásó is kiadna magából. Tehát, hogy mi craftolnánk egy gyémántásót, lényegében erre akarok kiukadni, úgy működik, hogy jön ez a redstone jel, és a redstone jel, hiába, hogy egyszerre aktiválódik, mégsem egyszerre aktiválja az alatta lévő eszközöket, hanem abban a sorrendben, ami a legközelebb van a gombhoz, ami aktiválja a jelet. Tehát először ez a dropper, majd ez a dropper fog aktiválódni. Ez azért fontos nekünk, hogy pontosan ebben a sorrendben adja ki magából az itemeket, mert ugye, megtanultuk, hogy a crafter úgy működik, hogy felülről tölti fel lefelé az itemeket, és úgyis balról jobbra, de így egy soros nem lényegében fentről lefele számít csak, hogy mit csinálunk. Tehát az első item az a gyémánt lesz, ami bekerül felülre, a második egy bot, ami bekerül középre, a harmadik pedig ismét egy bot, ami bekerül alulra. Lényegében ez a történet úgy néz ki, hogy megnyomom a gombot, ez a 3 dropper szinte egyszerre, de mégsem, mert az elejétől hátrafele haladva aktiválódik, beleköpi ezekbe a ládákba vagy barelekbe a dolgot, az lényegtelen, hogy itt most mi van, lehetne itt egyébként a barel helyett, a hordó helyett egy újabb dropper, lehetne itt egy rendes láda, de így dizájnban nagyon passzol a hordó ehhez az új crafterhez, úgyhogy ezért ezt használtam. Tehát megkapja a jelet ez a dropper, kidob egy gyémántot ebbe a ládába, és ez a hopper alatta kiszívja belőle, és már küldi is be az első slotba. Ugyanezt történik a másodiknál, onnan a pálca lekerül ide, bekerül oda, és lejön ide, és mivel az elsőben már nincs hely, hiszen ott a gyémánt, bekerül középre, majd az utolsóval ugyanezt történik, csak ő már alulra kerül, és lényegében ez a jel, itt egy jelfordítón keresztül lejön ide, és ezzel rengeteg restore repeater azért kell, mert hogyha ehelyett teszem azt, sima redstone-t használnánk, elérne ideig a jel, de előbb aktiválná magát a craftert, mint hogy elkészülne benne az item. Ennek kell egy kis idő, megpróbálok így gyorsan belekattintani, látjátok, hogy telik meg? És hogyha azelőtt kap jelet, mielőtt elkészülni az itemünk, akkor nem fogja kiköpni magából. Úgyhogy egy ilyen 3-asnál én azt tapasztaltam, hogy 4 darab repeater 4-es tikre állítva bőven elég ahhoz, hogy elkészítse azt az itemet, amit szeretnénk csinálni. Tehát megnyomom, beletelik az item, és megköpi is ki magából, ahogy megkapja a jelet.
Ez a kis resztó nyilacska jelzi, hogy éppen jel alatt van-e a rendszer vagy sem, de ha folyamatos jelet kap, akkor nem fogja magából kiköpni. Például ide rakok egy fáklyát, és akkor most elkészítem ezt az ásót, és egyáltalán nem köpi ki, hiszen folyamatosan jel alatt van, és neki az nem jó. Ő csak akkor képes kiköpni magából valamit, ha egy pulzust kap. Tehát, hogyha folyamatosan van, akkor nem, de ha most lerakom mellé, az elkészült item benne van, akkor ki fogja köpni. De miért akkor, hogyha egy kardot szeretném csinálni, akkor ebbe a slotba is gyémántokat rakunk bele, és akkor innentől kezdve a gomb megnyomásával vaskardnak kell készülnie. Így is van. Ettől komplexebb rendszereket is lehet építeni, és majd fogok is, úgyhogy mindenképp kövessétek a csatorna tartalmait, hiszen ez egy rendkívül érdekes újdonság, amivel biztos, hogy fogok még restore rendszereket készíteni és bemutatni. Na, hogyha slepeket szeretnénk például készíteni, akkor természetesen fával fogjuk feltölteni, vagyis hát plankekkel ezeket a droppereket, és ez a három, ez jelenleg működik vízszintesen is, úgyhogy ha meg is nyomom, akkor ki is dobja magából a slebeket. Nem slebet, slebeket. Konkrétan ez a rendszer annyi itemet dob ki magából, amennyit egy kraftolás által kapnánk, nem csak úgy, mint egy dispenser vagy egy dropper, hogy csak egy-egy itemet dobál ki magából, ez konkrétan annyit dob ki, amennyit a kraftolás alapján kapnánk, ami jelen esetben ugye 6 darab, miután 3 darab fából 6 darab slab jön ki. Ezt a rendszert egyébként bőven tovább lehet húzni akár 9 blokkal is, és akkor az egész crafternek a slotját ki lehet használni, hogy a legmunkaigényesebb blokkokat is el tudjuk készíteni. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, remélem tetszett ez a rövid kis oktató rész. Ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni a csatornára, ugyanis ezzel a blokkal kapcsolatban is érkeznek majd még tutoriál videók, és a mi pályánkon is fogunk vele építeni, úgyhogy mindenképp megéri rákattintani a feliratkozás gombra. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, legközelebb találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!